betűtült a kontrollról, hogy nem tudok segítséget kérni, de valószínűleg ilyen bekapcsolják nektek. Hú, nézzük meg itt. Jó lesz. Na, legfeljebb cserélgetünk, Laci, nagyon nem működik, most próbáld ki. Így megy ez. Na, cserélgetünk majd László. Na figyeljetek, srácok, akkor melegítsük be a terepet egy picit, mert Laci készült. Most úgy van, hogy felosztottuk egymás között, hogy általában az interjúztatók között az egyik szép, a másik okos. És Laci lesz az okos. Így készült, okos kérdések. Jó, nem így beszéltek, mert hát sajnálom ez a... Na hát gyerekek azért, vagy hát bocsánat, én voltam gyerek, amikor még a játék jött, 18 évet előtt. Már akkor... Hát igen, már akkor is gémelt, de szerintem sokan vannak ezzel így, és ez volt az egyik olyan játék, amikor azt éreztem, hogy vagy ezt simán oda tudnám tenni a legjobb játékok polcára. És most megérkeztetek a úgymond, volt egy második rész, de aztán HD Remaster lett belőle, és azért beszéljünk már az elmúlt 18 évvel, már várta egy generáció, hogy mikor jön a folytatás. Hol voltatok 18 évig? Először is mindenkit üdvözlök. Hát hol voltam az elmúlt 18 évben? Hát a Svány után, ugye mi folytattuk a munkát, tehát én például dolgoztam a Gourmetpanzerszen, utána a Joint Us Force nevű játékban, hogy ezek mind RTS-en, utána létrejött a Crytek Budapest, ott a Warhead, Crysis Warhead kiegészítőn dolgoztunk. Ezt követően volt még egy-két mobilos játékunk, nem tudom, hogy mennyire ismert, ez a Fibril, illetve a Collectibles. Majd 2014-ben mi úgy döntöttünk, hogy újra hát önálló lábra állunk, alapítottunk egy új céget, ez a Kite Games, és az utóbbi pár évben a Sudden Strike 4. részén folytattuk, vagy dolgoztunk, és ennek már a, nem is tudom, a negyedik kiegészítője jön ki, és emellett időközben megszereztük a Svány jogait, és gondoltunk egyet, hogy ezt ki kéne hozni újra egy remaster változatnak. Köszönjük szépen a választ! Nekem először egyből az jut eszembe, hogy 2014-ben mi történt, hogy felmerült ez, hogy na, akkor új cél, ki kéne hozni ezt a régi lefeltett játékot, és mi te történt esetleg veletek valami, amitől jött ez az ötlet, hogy akkor mindenből veszitek a Swine-t? Igazából én a Swine folytatását mindig is szerettem volna, mi úgy is terveztük annól, hogy még a Stone Age-en berkeny belül, hogy jön is egy DLC, sőt elkezdtünk rajta dolgozni, de utána a Shrine egyébként nem indult akkor a sikerprojektnek, emiatt váltanunk kellett, és valójában az idők alatt lett nagyon népszerű játék. Tehát mi is úgy jöttük, hogy igazából egy pár évvel később igen erős kultjáték lett itthon, úgyhogy most jött el, 2014-ben volt egy olyan lehetőség, hogy igazából ez inkább 2017, hogy nagyon erősen elkezdtük keresni, hogy hol vannak az eredeti jogok, és sikerült is megtalálni, hogy ez a régi tulajdonos társunknál volt annó, és megszereztük, és igazából inkább azt mondom, hogy csúszott egy pár évet ez a remaster, szóval mi már szerettük volna sokkal hamarabb. Mennyire fog a játék változni? Tehát soroljatok fel olyan, hogy tényleg egyből szembetűnő játékmechanikai kinézetű, tehát bármilyen dolgot, ami más lesz. Sziasztok! Hát az egyik dolog az, hogy például működik a multiplayer interneten keresztül. Az eredeti Swine az a GameSpy-on keresztül lehetett játszani interneten, ez már egy nagyjából 10 éve nem működik ez a szolgáltatás, úgyhogy az eredeti Swine-nál hiába lett kiadva ingyen egyébként később, nem nagyon lehet multizni online. Na most ezt felépítettük újra egy teljesen saját megoldással, úgyhogy nem fenyeget az a veszély, hogy kihúzzák alulunk ennek a szolgáltatásnak a támogatását, hogy lehet multizni. Egyébként a grafikán javítottunk sokat, elértük azt, hogy egy mai PC-n, egy 16.9-es monitoron, vagy egyébként egy tetszőleges felbontású monitoron, és mai jobb rendszereken fusson a játék, és így nagyjából ennyi. Még egy csomó hibát javítottunk,
használhatóságon is javítottunk egy kicsit, meg újra rajzoltuk teljesen a user interface-t. Tehát amit láttuk, hogy különböző paneleket, menü, stb. Azok mind újra lettek rajzolva a nagy felbontással. Úgyhogy szerintem így nagyjából ennyi. Köszi. Viktor, én ma hozzád intéznék egy kérdést. Mennyire éreztétek, hogy kell ezt a játékot tesztelni? Mennyi visszajelzést gyűjtöttetek arról, hogy ugye eltelt elég sok idő, viszont azért valamennyi népszerűséget megtartott a játék, hogy ti is említettétek elég hosszú távon, de hogy mégis be kell elalatni másokat, legyen egy alfa teszt, beta teszt, oké, hogy remaster, tehát hogy alapvetően azért nagy dolgokat nem változtatottuk, csak kinézetet, és hogy így le meg lesz a erős támogatás a játék mögött, de hogy éreztétek ezt, vagy zajlott-e valami a háttérben? Háttérben zajlottak persze ilyen dolgok, voltak forrásaink, hogy így fogalmazzak, hogy kiket lehet egy ilyen esetben esetleg berántani. Igazából ugye egy HD remasternek a tesztelésnél az a nehéz, hogy gyakorlatilag kész játékot kell tesztelni a benne lévő változtatásokkal együtt. Amikor alapból építesz föl nulláról egy játékot, akkor megvan az az előnye, hogy apró pici részeket tudsz külön-külön esetleg szeparáltan, aztán összeereszted tesztelni. Amikor egy HD remaster készül, akkor gyakorlatilag ez egy elég hülye hasonlat, de képzeljétek el, hogy mondjuk egy működő futó nagyváros alatt kicseréltek a csatornarendszert. Ezt nem lehet megcsinálni, apró pici részeket lehet benne változtatni, és így is rettenetesen nagy veszélye van, hogy sokkal nagyobb területek vannak össze. Tehát ezeket sokkal korábban kell futtatni ilyen esetekben. Különben a SimCity-ben meg lehet csinálni, és ilyen nagy káosz lesz a vége, és mindig az a legjobb ugye, ott is. Ott is. Back to basic, menjünk vissza az alapokhoz, hogy hogyan jött a Swine-nak az alap ötlete? Hát ez egy nagyon régi dolog, az olyan nehéz visszaemlékezni. Azt lehet tudni, hogy én nagyon szerettem rajzolgatni, és valamikor a 90-es évek közepén már ilyen nyulas, disznós figurákat rajzoltam, és valahol szerintem volt egy-két olyan népszerű rajzfilm, vagy történet, ilyen például biztos ismeritek a Macskafogó, vagy a Orwell-től az állatfal, amik olyan hatással voltak el, hogy igazából ezek valahol alakították ezt a koncepciót. És miért pont nyúl és disznó? Nem tudom. Köszönöm. Annyi, hogy biztos, hogy nálunk egész erős kultusza van, tehát a disznónak biztos, nagyon jó témákat lehet ráhúzni, valaki játszik a Swine-nal, akkor érzi is, hogy azért mindig pórul járnak a disznó, szóval kulturálisan szerintem egy nagyon jó alapanyag. Igen, hát közelik a húsvét, ugye a nyuszikat szeretjük, a disznót meg megesszük, tehát... Pontosan. Húsvéti tojásban biztos lesz egy disznó. Vagy olyan kérdésem lenne, hogy azért sokaknak ez a játékfejlesztési programozói munka, ez ilyen tényleg egy magic, egy varázslatként ér fel. Ti is így érzitek, hogy így ha végignézzük a lépéseken, a lépések folyamatain, hogy összerakni például egy ilyen játékot, mennyire divers munkát igényel és mennyire nehéz? Hű, hát ezt biztos nem tudnám így röviden összefoglalni, de... De meg kell próbálnod, mert több nincs túl csak én. De most már, hogy megkérdezted, így muszáj lesz, igen, megpróbálkoznom vele. Komplex nagyon, és programozáson belül is több felé lehet specializálódni. Úgy lehet elképzelni a játékfejlesztés, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor vannak engine programozók és vannak játékprogramozók. Az engine, vagy játékmotor, hogyha nagyon magyarul akarom mondani, akkor akik azt fejlesztik, azok inkább a játék motorház teteje alatt dolgoznak, a játék alatt futó rendszereket fejlesztik, és nem annyira azt, hogy konkrétan az egységek mit csinálnak, hogyha A-ból B-be küldöd őket, vagy hogyha ide kattintasz, akkor hogy mennek oda, stb. Hanem a grafikán dolgozunk, például időjárásrendszert csinálunk, még ilyesmiket kell elképzelni, és elég komplex a játékfejlesztés, és nagyon-nagyon más, mint egyéb szoftverfejlesztésben dolgozni. De nagyon jó.
Például 3,5 éve dolgozok a Guide Games-nél, én még nem voltam ott a Sványnak a hőskoránál 2001-ben, nagyjából 9 éves lehettem, úgy otthon voltunk haverokkal Schweint, röhögtünk a beszólásokon. Igen, kérdezni is akartam, hogy de jól tartjátok magatokat itt a 18 év, főleg te Szali, nem öregettetek sokat. 9 évesen még nem dolgoztam a Schweinnak. De az a lényeg, azt arra akartam kiukadni, hogy 3,5 éve dolgozok ott, és még sosem volt az, hogy reggel felkelek, hogy nem már be kell menni munkába, meg sosem nézem az órát, hogy mikor lehet hazamenni, mindig új dolgokat kell megküzdeni, mindig új dolgokat kell megoldani, és nagyon hálás a játékfejlesztés. Igen, köszönjük szépen a gratulációkat, és valószínűleg ez azért van, mert lehet, hogy 3 évesen kezdtük el fejleszteni, és ezért nézünk ki még fiatal. Körülbelül pont ezt akartam kérdezni, hogy ki mikor csatlakozott így a csapathoz, vagy hogy ki honnan jött, hogyha ezt elmondjátok, azt köszönöm. Plusz a másikat még azt akartam kiegészíteni, szerintem az inkább hozzád megy, Viktor, hogy amikor megjelenik majd a Swine, gondolkoztak rá azon, hogy szerintem alapján dolgoztak a második részen, tehát hogy ez biztos egy önbelesős titok, de valószínűleg el fogjátok venni, hogyha már elkezdtétek a remastert. És ezt így nektek is üzenem, hogy a srácok felé meg az lesz egy jó üzenet, hogyha mindenki szépen megveszi a HD felújított változatotok, egyértelmű, hogy majd jönni fog a második rész, lesz miről dolgozni, de hogy ott majd terveztek el, vagy akár most a remasternél, ez a mostani divatos, ugye youtuberek által tesztelt, játszatok vele itt egy teszt példány, stb. Tehát hogy manapság ugye ez nagyon divatos. Én egyelőre ezen még nem gondolkodtam meg, ez talán inkább marketing vonalról lehetne fontos. Nyilván visszajelzések alapján nagyon fontos minden címnél szerintem, hogy eljusson azokhoz az emberekhez, akik esetleg disztribúcióban, meg inkább feedbackelésben tudnak nekünk segíteni. Az mindig nagyon jó, amikor olyan emberek játszanak a játékkal és olyanok adnak visszajelzést róla, akik, hát a Schwein esetében például, akik tényleg 18 évvel ezelőtt is tolták. Tehát ezek elképesztő jó infók, nem csak szívben engető, de nagyon hasznosak is tudnak lenni. Konkrétabb volt olyan esetben, hogy bugokat úgy fogtunk meg, hogy kész reprót kaptunk arra, a reprodukciós lépéseket, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy... És én például, aki nem voltam ott a Schwein, hát a nem HD fejlesztésén, nekem ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok. Aranyatérnek, igen. Tehát ezek mindig nagyon jók. Ha már feedbackeket említettél, hogyan lehet valaki tesztel? Húha, hát ez szintén egy picit nehéz kérdés, különösen itthon. Két irányból közelíteném meg, ugye egyrészt azért, mert nagyon nehéz, mert nincs képzés se itthon, se máshol. Tesztelőnek lehet tanulni, de biztos nem játéktesztelőnek. Lehet, külföldön van egy-két Game Dev Akadémia, ahol képeznek tesztelőt, De igazából specializált képzésről én speciál nem tudok. Viszont a másik oldalról meg nagyon könnyű, mert hogyha az embernek megvan az a mindset, meg megvan a struktúrált gondolkodás, megvan, hogy azt szokták ezt sokszor mondani ilyen egyszerűbben, hogy kicsit olyan, mint a detektív meló, nem voltam még detektív, de azt mondják, hogy olyan, hogy van egy probléma, amit elcsípsz, nem tudod, hogy feltétlenül hogyan, ha csak nem speciálisan keresed, és elkezded szépen szűkíteni, hogy a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb reprodukciót találd meg, hogy a dev srácok nagyon gyorsan el tudják kapni a hibókát, és ki tudják javítani. Tehát, hogyha ezt struktúráltan tudod csinálni, akkor viszont nagyon könnyen jó tesztelő lehet. Nagyon jó dolog szerintem, hogy erről beszéltél, mert szerintem sokunknak meg ugye a hétköznapi életben meg már lett a nagyra tolva, hogy csinálok egy játéktesztet, csinálok egy játéktesz videót, de ez különben nem így működik, ez egy nagyon komoly munka, és nagyon komoly dolog az, aki tud tesztelni tényleg, és a tesztelés nem arról szól, hogy végigjátsz egy játékot, és hogy mennyire élvezed, azt megosztod a közönségeddel, hanem amit mondtál, tehát keresni kell a hibát, te azért játszol a játékra, hogy később azok az emberek, akik azt megveszik, azok élvezettel tudjanak játszani, és ne találkozzanak olyan dolgokkal, amit ti sem szeretnétek. Ezt elképesztő jó, hogy mondod, igen, ez egy nagyon fontos dolog, mi nem játszani szoktunk a játékkal, az is előfordul, azt is kell néha, ott kell game teszteket is, meg play teszteket is, meg ilyesmiket csinálni, de túlnyomó részt ezek nagyon struktúrált tervezéssel alapul teszteseteknek a végrehajtása, meg futtatása. Olyan a tesztelés, mint a detektív meló, amikor a kuások által bereportált bugokat próbáljuk meg kijavítani, az meg olyan, mint a Dr. House-ban, hogy így próbáljuk mutatni, hogy mi lehet, és először azt hiszük, hogy lupus, és attól minden sokkal rosszabb lesz, és aztán egyszer csak így az epizód végére meg sikerül megtalálni a hibát, aztán kijavítani, és reménykedünk, hogy nem törünk el vele három másik dolgot, úgyhogy igen, de általában igen.
Most hárman ültök itt, de egyébként hányan dolgoznak? Vagy dolgoztak, akár múlt időben az eredeti játékon? Meg az új igen. Az eredeti játékon körülbelül egy 9 fős csapat dolgozott, és voltak még külsősök. Most a KGS az 25 fő körüli, és ebből körülbelül a 67-en dolgoztunk így aktívatunk remasterrel. Ha most már átterült a munkára a szó, én azt kérdezném meg, hogy nagyon sokat dolgoztatok a Sudden Strike-on, és nagyon jó kis DLC-et raktatok össze. Jövőben tervezitek azt, hogy esetleg a Schweinnál egység, tehát nem csak járnő egységek legyenek, hanem dolgozók is. Hát összeből látnunk kell, hogy megérje csinálni egy folytatást, tehát hogyha jól szerepel maga a HD-remaster, akkor én biztos meg benne csinálom a folytatást. Az, hogy lesznek-e benne karakterek, az mindig egy kérdés, tehát nem csak technikai oldalon, tehát egy hogyha bekerül egy stratégiai játékban mozgatható karakter, akkor a fejlesztési idő sokkal komplexebb, a fejlesztési idő megnő, mert a játék sokkal komplexebb lesz. Illetve az is lehet, hogy elsőre ez nagyon jól hangzik, tehát itt igazából mennyire kérdezni a community-t, tehát hogy a játékosok mennyire szeretnék, mert az is lehet, hogy ez visszajön. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek van egy elképzelés, hogy néznek ilyen a disznók, ezek cutscene-ekben vannak, de lehet, hogy esetleg csalódás lesz, hogyha meglátja a játékban, és ezért nagyon óvatosan kell kérdezni. Mi szívesen csinálni, tehát hogyha rajta múlik, ez simán bekerülhet, de azért utána kell nézni a dolgoknak, hogy megérje ebből a szempontból. Ha a második részről beszélünk tovább, hogyan képzelitek el inkább a játékot, hogyan szeretnétek kiadni? A mai modellnek megfelelően kijön a játék, és majd jön egy season pass, tehát hogy jönnek hozzá a DLC-k szépen, és akkor esetleg mondjuk a karakterek így jönnek be, vagy új egységek, vagy úgy szeretnétek kiadni, hogy ez a játék az kész, és akkor megjelenik ebben. Tehát hogy úgy kicsit régi módja, mondom, tehát régen ugye meg is kaptuk a pénzünkért a játékot. A másik Early Access Free to Play, igen, felmerültek el ezek esetleg. Free-to-play nem, tehát ez nem merül fel, valószínűleg kiadnánk egy az egybe. Ez attól is függ, hogy milyen a fogadtatása, lehet, hogy csinálnánk egy egyszerűbb, de az is lehet, hogy egy komplexet. Komplexet úgy kell érteni, esetleg megjelenik egy harmadik faj is. És utána természetesen biztos, hogy legalább hasonlóan a Sudden Strike-hoz megjelenének benne DLC, tehát hogy adnánk ki később. És nagyon erős a multiplayer, ami egyébként nagyon fontos, mert úgy néz ki a Schweinnál, hogy ez nagyon fenntartott a köztudatban. És nagyon rá kell menni. De mondom, ez még egy következő kérdés, ahhoz el kellett egyáltalán jutnom. Nagyon jó, hogy említettétek a multiplayer-t, és akkor egyből megszólalt bennem az e-sportoló, hogy ami multiplayer játék, az már úgy talap, hogy adhat némi alapot annak, hogy akár e-sport játék is lehessen valami, de azért ez még sok minden kell. Például mennyire érzitek, hogy balanszoltak meg az egységeket, vagy annak, hogy egyáltalán a formátuma megfelelő lehet, hogy rávédessük, vagy akár itt egy real game-ben szerint csináljunk belőle egy versenyt. Ez kérdés. Ezzel most megfogtál. Mégis mi volt a kérdés? Még egyszer? Szerintem... Ugye Svány nagyon rövid idő alatt készült el, ezzel az történt, hogy viszonylag nagyon hasonlók a Unitoknak az értékbeállítása is, és a hosszú évek folyamán láttuk mi is a visszacsatolásokat, hogy apró módosításokkal hihetetlenül be vagy kikerülnek bizonyos játékok, tehát nagyon-nagyon rá kell feküdni arra, hogy a balansz jól működjön. Tehát az e-sport esetén szerintem sokkal hosszabb fejlesztési idő kell ahhoz, hogy a játék úgy jöjjön ki, hogy minél kevesebb balanszolási probléma legyen, és utána pedig egy aktív szupportálási időszak kell ezután, hogy a legkisebb változtatásokat ne ilyen patch formákban, amíg fél évente jönnek ki, hanem napra kész legyen és jöjjön ki. Szóval ez egy elég nagy feladat tűnik. Szerintem ez túl komolyan veszitek, mostanában kijön a játék, első nap egy ugyanakkor a patch kijön, mint maga a játék, abban javítják, és majd megoldjuk azt, vegyék meg, és akkor majd intézzük a dolgokat. Legalábbis mostában nagyon sok sajnos úgy jelenik, hogy nagyon sok játék rengeteg hibával van fel, és akár egy sportjáték is. Hát de azért az a Schweinnak szóval.
sokan azért így hallgathatitek, szerintem azért irigyelnek, hogy hú, több király játszik, lehet, hogy nekik játék a munkájuk, meg akkor is, hogyha ez ilyen programozás történet, hát akkor is, hogy mégiscsak ez is így érzitek? Tehát ugye már mindig Szali mondta, hogy örökbe járni, de hogy ti is úgy érzitek, hogy ez nem egy munka, hanem mondjuk egy akár egy gamifikációs, egy játékos folyamat? De munka. És az szerintem nagyon fontos is, hogy amellett, hogy az ember szereti, meg nagyon élvezi csinálni, munkaként is álljon hozzá. Tehát azért itt nagyon durva határidők vannak általában, nem mindig van akkor a mozgástér, tehát ez egy ugyanolyan, mint bármilyen másik munka, ugyanúgy szakmai kritériumoknak kell megfelelni. Ezek szerintem ebből a szempontból nagyon fontosak. Ettől függetlenül nyilván nagyon jó közösséget építünk ki magunknak, meg sikerült összehoznunk a Kite-nál, tehát szerintem mindenki nagyon szeret bejárni, meg nagyon szereti azt csinálni, amit csinál. Enélkül viszont nem lehet. Tehát ha meg szerintem valaki mechanikusan áll hozzá a játékfejlesztéshez, nem akarok senkit bátorítani, mint ahogy mondjuk bármilyen másik szoftverfejlesztéséhez, akkor az nem ugyanaz. Mert te is olyan játékokat szeretsz csinálni, amivel te is szívesen játszanál. Tehát, hogy ezek valahol szerintem nagyon kellnek ehhez. Hogyha tegyük fel, hogy most itt a közönség sorai van, olyan fiatalok vannak, akik hasonló pályára szeretnének lépni, hogy tudnak mondjuk a nyomdokaitokba lépni, vagy hasonló projektekbe beszélni, tehát egyáltalán ezzel foglalkozni? Küldjenek szívet. Nem tudom. Egyébként, de nem tényleg, tehát CV kontakt. És hogyha olyan emberekre van szükség, akkor... Ha saját játékot akartok csinálni, akkor vannak már olyan engine-ek, Unity, Unreal, stb., amikor már egész sok minden előre kész van neked, és nem kell a legalapvető dolgokat megcsinálod. Tehát, hogyha a teljesen nullára állsz neki, akkor odáig is nagyon hosszú az út, hogy az első hátszög megjelenjen a képernyő közepén. Akkor kezdőként nagyon-nagyon nagy kitartásodnak kell lenni, hogy tényleg eljuss egy játék. Viszont, hogyha megpróbálod elkezdeni Unity-ben vagy Unreal-el, akkor sokkal nagyobb esélyed van rá. Rengeteg anyag van az interneten, ami segít nektek megtanulni, hogy kell ezeket használni, vagy kell programozni, és igen, tudni kell programozni hozzá, ez egy elég fontos dolog. De végeredményben csak is rajtatok múlik, és a kitartásatokon, és vannak itthon is olyan sztorik, hogy néhányan haverok összeálltak, csináltak játékot, és bejött nekik. Ez egy hatalmas achievement, és rengeteg sok mindennek kell összejönni hozzá, emberileg, meg egyébként is, de nem lehetetlen a dolog, és azt tudom mondani, hogy megéri az egész, mert nagyon vagány és hálás, hogy ilyesmivel foglalkozni. Nekem itt a fülembe sültek, hogy még egy kérdéssel van időnk. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy nem tudod magával az alapsványban menni olyan visszacsatolási rendszer volt, hogy ti adatokat tudtatok kinyerni a játék folyamán vagy a játék használata során. Ugye a Steam nem fog megjelenni most az új játék, a Remastered HD, és ugye a Steam rengeteg adatot fog nektek adni, nekünk játékosoknak is nagyon sokat kiad, de nektek gondolom a fejlesztőknek még több adatot fog kiadni. Szerintetek ez mennyiben fogja befolyásolni a következő rész fejlesztését, vagy mennyire vagy? Nem tudom, tehát azt szeretném összehasonlítani, hogy a régi játékhoz képest mennyi adatot kaptok vissza, még annól abban az időben, amikor megjelent egy játék, és most, hogy egy teljes rendszer fogja támogatni, ugye szerencsére a multiplayer-t is hosszú távon, hogy mennyivel fog ez nektek többet segíteni a munkában. Ja, jó kérdés. Nem úgy kell képzelni, hogy innentől ilyen... Szóval azzal dolgozni kell, hogy azokat az adatokat kap vissza, amiket szeretnél. Tehát nem jön automatikusan ez vissza. Tehát lesznek eladás adataik, meg nem tudom, olyan sokkal nem több. Meg mondjuk az is, hogy milyen régióban népszerű a játék, hogy Ázsiában, vagy Európában, Amerikában, Kelet-Európában, stb. De például, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy a játékodnak a mechanikája hogy működnek, meg mondjuk hogy sikerült belőni a nehézségi szinteket különböző pályákon, és hogy meddig jönnek el, hol lépnek ki, hol folytatják, stb. Ahhoz külön dolgozni kell, és egy ilyen analitika rendszert beleépíteni a játékba.
és nehéz feladat előre kitalálni, hogy majd amikor lesz egy kérdésed egy év múlva vagy két év múlva a következő játék fejlesztése közben, akkor meglegyen rá a válaszod, és a korábban a korábbi éned az felvette ezt az analitikát, vagy megtervezte, hogy ez benne legyen. Úgyhogy ez egy ilyen külön tudomány és nehéz kérdés. Túl sok kérdésként. Hölgyeim, akkor még nem jelent meg a játék, mikor várhatjuk? Tehát egy tudok spoilerezni, egy premier látomot, valamit? Hát idén tavasszal. Tavasz. Mondjuk a május 31. Második felében van egyébként. Tehát már. Az egyébként most még tárgyalunk is a disztribútoros partnerünkkel, tehát van lesz egy kiadója a játéknak, ez a német Assembla. És azért még ez kicsit rugószabb. Tehát azért nem akarjuk még most megmondani, hogy milyen időpont, mert véletlenül mégsem az lesz, hanem egy héttel később, akkor az egy kicsit kellemetlen számunkra. Úgyhogy mi azt szeretnénk, az a terv, hogyha bejelentjük az idő, végleges időpontot, akkor meg is jelenjen a játék azon. De ez még mostani terv szerint, ez még most valószínűleg. Tehát a legfontosabb információk. Tavasz második felében Steamen keressük a Swine HD Remastered Edition-t. Nagyon szépen köszönjük! Egy nagy tapsot szeretnék kérni Maxinak, Szonynak és Viktornak, hogy Lacinát is segített a kérdezősködésben. Köszönjük szépen, srácok!